Ez itt a Parallaxis. Öveket becsatolni. Indulunk. Hol vagyunk? Rég? Azt hiszem meghibásodott a portelvető. Ez itt csak nem a Parallaxis. Figyelem! A műsorban spoilerek bukkanhatnak fel. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Az MD Media bemutatja. Tudományos és fantasztikus élmények Csabával, aki mérnök, Miklóssal, aki fizikus, és Ádámmal, aki nem. Ez itt a Parallaxis, az MD Media tudományos és fantasztikus podcastje. Szeretettel köszöntök mindenkit, ez itt a Parallaxis, a mikrofonnál Horváth Ádám Tamás. Itt vagyunk újra természetesen Farkas Csaba és Vince Miklós társaságában. Mai témánk a Star Trek Voyager második része, az 1995-ben bemutatott Parallaxis című epizód lesz. Miklós, én arra lennék kíváncsi, hogy mi újság a kozmoszban, mielőtt a Parallaxis epizódot kitárgyalnánk. Vannak-e olyan hírek, amiről érdemes a hallgatókat tájékoztatni? Sziasztok, és én is üdvözlöm a hallgatókat. Mindenképpen, hát itt óriási nagy dömping van, itt 2019-ben már, tehát el lehet mondani, hogy azt hiszem, hogy ami az űrkutatást is környékét illeti, nagyon rég volt ennyire izgalmas év, mint ami most van, meg hát még aminek elében nézünk. Most az elmúlt napokban egy szomorú esemény, bár ezt már egy hónapok óta lehetett sejteni, hogy a NASA-nak a 2004-ben Marsot ért Opportunity nevű roverjeit végleg úgymond halottán nyilvánították. Ugye ő 2004 óta, tehát közel 15 éven keresztül dolgozott a Mars felszínén. Éppen most volt a 15. évforduló, hiszen januárban volt a leszállás, hát én erre nagyon élénken emlékszem. Első éves egyetemista koromban, igen, csak keresztbe tett a vizsgai időszakban a felkészülésnek az Opportunity, és hát a társ rover, a Spirit leszállása, ezek néhány napos időkülönbséggel történtek, de hát tényleg lerágtuk a körmünket, és hát mindenkit megdöbbentő módon fantasztikusan sikerült a leszállás, és ami még megdöbbentőbb volt, hogy ezek a néhány hónapra tervezett működési idejű roverek, azok tényleg ilyen rengeteg ideig működtek, meg a Spirit is, bár az ugye évekkel ezelőtt elhallgatott már, de ő is ugye maximálisan túlteljesítette a tervet, és hát az Opportunity meg főleg, ami rekorder a naprendszerben bárhol, beleértve a Holdat is, annak a tekintetében, hogy a Földön kívül földi készítésű gurulós járművek mekkora távolságot tettek meg, hát ez ilyen több mint 40 kilométer bizony az Opportunity esetében, ami azt jelenti, hogy egyrészt két dolgot jelent, 15 év alatt ennyit mászni azért az nem egy nagy cucc, tehát a Mars roverek természetesen igen lassan mozognak, érthető okok miatt, ugye a Mars-Föld kommunikációban a rádiókésés az nagyon nagy, és ezeket a rovereket a Földről irányították, tehát nem mehettek túl gyorsan, hogyha negyed óra ide és negyed óra oda a rádiójel útja, de mindegy, de 15 év az sok, tehát mégis egy fantasztikus távolságot bejárt, és rengeteg adatot köszönhetünk neki. És hát az utolsó marsi porvihart azt már nem élte túl, ugye nyilván a Marson vannak porviharok, ez természetes, egy évszakos jelenség a marsi időjárásban, és hát ezek napelemes űrszondák voltak, tehát egyszerűen valószínűleg az volt, hogy a rárakódott por az már nem tette lehetővé egy szint után már, hogy a nap hogy bebútoljon újra a szonda. És ez még persze mindig benne van a pakliban, hogy majd esetleg a szél majd valamikor letakarítja, és az űrszonda újra bejelentkezik, és tulajdonképpen ez volt az, amiben a NASA bízott már hónapok óta, úgyhogy több száz alkalommal próbáltak vele kapcsolatba lépni, hiszen simán, hogyha mondjuk ez volt tényleg a probléma, és kitisztul a napelem, akkor magától beköszön a szonda, ez van a programjában. Hát ez nem történt meg, tehát ilyen módon halottában nyilvánítva szegény Oppi, de minden esetre hát rengeteget köszönhetünk neki, és akkor még néhány szóban az, hogy hát most már csak egy-két héten belül valószínűleg végre újra útjára indulhat az Egyesült Államok első magánűrhajója. Ami felmegy a nemzetközi űrállomásra. Ez ugye a Falcon X által szállított Dragon űrhajó, ami az Elon Musk féle SpaceX-nek a terméke. Ez már nagyon régóta várt fejlemény. Az első úton nincsenek utasok,
Azért a NASA óvatos, mert úgy látszik, vagy valamilyen oknál fogva, mint hogyha mégis arra készülődnének, hogy talán a 2019 végére, esetleg 2020-ra áttolódik az emberes repülés. Ezt onnan lehet tudni, hogy éppen most vásároltak még az oroszoktól két Soyuz űrhajóra helyet. Hiszen ugye eddig a 2011 óta az oroszok fuvarozzák az amerikai űrhajósokat az űrbe. És 2019 végéig volt a szerződés, de most úgy látszik meghosszabbították. Tehát ez is azt utal, arra utal, mint hogyha még nem lennék teljesen biztosak a dolgukban az amerikaiak. De mindesetre ez fog történni, és hamarosan indul például egy érdekes dolog, egy izraeli űrszonda indul a Holdra, erről egyébként a blogunkon írtunk is, és hát más műsorokban is beszéltem erről. Ez például egy tök érdekes dolog lesz, mert egy icipici magáncég által épített űrszonda fog leszállni a Holdra, és hát ez is az emberiség történetében egy ilyen újdonság, úgyhogy nagyon szurkolunk. És egyébként mi a helyzet az Insight-tal? Lehet valami új infót tudni? Egy külön adást szenteltünk neki a múltkor, és előre vetítettük itt a küldetését, hogy mit fog csinálni. Csinált valamit? Ó, igen, hát ugye már azt múltkor felkészítettük a kedves hallgatókat, hogy az Insight, ugye, ami a Mars felszínén leszállt űrszonda, aminek az a dolga, hogy a Mars belsejébe befúrjon, meg Mars rengéseket vizsgáljon. Tehát azt már figyelmeztettük a hallgatókat, hogy ez egy lassú küldetés lesz. Hogy hónapokba fog telni, mire ténylegesen elindul a nagy üzem. Hát most már elindul végre a nagy üzem, mert ugye volt ez az ominózus szeizmométer, vagy Mars rengés mérő eszköz, amit egy robotkarral sikeresen kitelepítettek, és az elmúlt napokban történt esemény, hogy azt a védő kupolát, amiről múltkor meséltem, azt rátette végre a robotkar. Tehát nem sietik el a dolgot, de most már elvileg szépen le van takarva ez a Mars rengés jelző, ugye ez azért fontos, hogy le legyen takarva, hogy tényleg a Mars rengéseket mérje elsősorban a rendszer, és ne pedig azt, hogy a szél hogyan lögdösi. Úgyhogy ezért kellett fölé egy védőkupolát pakolni, ez most már sikerült, és a fúrás is szépen megindult. Ugye az nagyon lassú dolog lesz, tehát tényleg itt hónapokon keresztül megy majd lefelé a fúrás a Mars belsejébe, de hát mindenképpen működik a szonda, éldegél, és persze a kínaiak is éldegélnek a Hold túlsó oldalán, meg talán ezt is tegyük hozzá, hogy még az évnek egy űrszondás fejleménye, hogy az emberiség történetében először a Hold túloldalára leszállt egy űrszonda, és nem csak egy űrszonda, hanem egy rover is a kínaiak jó voltából, és az is működget, szóval ilyen szempontból minden rendben van a naprendszerben. Ilyen, az Opportunity ugyan elhallgatott, de hát új űrszondák kerültek oda, és működnek, szóval összességében még mindig meglehetősen pozitív a mérleg. Én mióta van ez a Parallaxis mindig, és azon gondolkodtam, hogy hát a Voyager-ben ott van a Parallaxis című epizód, ráadásul mekkora agyfasz történik már benne, úgyhogy ezt teljes erőbedobással szerintem érdemes megbeszélni, hogy mi történik ott. A Janeway kapitányék egy szingularitást fedeznek föl, illetve történik egy rázkódás, ami a későbbiekben, minthogyha azt mondanák, hogy ez azt jelenti, hogy ők átlépnek az esemény horizonton. Ez már önmagában egy érdekes kérdésfelvetés, hogy az esemény horizont ilyen rázkódást okoz-e mondjuk egy hajóban. És természetesen ugye, ami a legizgalmasabb ebben az egészben, az a Parisnek a felvetése, hogy hogy előzi meg az ok az okozatot, ami a nézőnek a kérdése is lehetne, de hát szegényt ott kiröhögik a tárgyalóban, hogy hát ez a temporális mechanikának az alapelve. Na most mennyi ebben a valóság alap, vagy azt mondhatjuk, hogy ezzel inkább csak elhesegették a kérdést, hogy erre válaszolni kelljen. Hát igen, minden esetre ez az epizód valóban sok kérdést vet föl. Én megnéztem, és ugye aztán szerintem már önmagában ebben szereplő szakzsargon tisztázásával ki lehet tölteni egy adást, jeles, hogy mi az, hogy eseményhorizont, nem hogy az, hogy néznek ki, amikor átlépnénk rajta. És tényleg a legérdekesebb kérdés valóban ez a kauzalitás kérdése, meg aztán az sem semmi, hogy aztán a végén kiszabadulnak egy eseményhorizontból, igaz? Tehát végül is megmenekül az űrhajó, és hát, kitágítják a rést. Igen, bizony, ami eleve nagyon furcsa dolog, hogy egyszerűen csak neki mennek, ugye, hogy néha egyszerűen az a megoldás, azt megtanulja ott a Maki mérnöktisztől, hogy akkor mégiscsak egyszerűen van, hogy csak néha csak úgy neki kell menni. Na mindegy, szóval mindenképpen ez felvet mindenféle érdekes kérdést.
Hát vegyük sorba talán. Ugye a részben ilyen dolgok is elhangzanak. Én ugye angolul láttam, nem tudom a magyar fordításban, hogy van, elhangzanak ilyenek, hogy a hogy az Event Horizon, és az esemény horizont, az tulajdonképpen egy erőtér, egy force field, ez hangzik el, meg hát vannak benne egyéb pontatlanságok, hát ugye, szóval nehéz ezeken fogást keresni, de most akkor induljunk el, hogy mire gondolhatott a költő, ugye? Tehát az esemény horizont, amennyire mi tudjuk, az esemény horizontok az úgynevezett fekete lyukak körül alakulnak ki. A szingularitás is egy olyan szó, ami lépten nyomon elhangzik ebben a részben, és tisztességes vagy akár tisztességtelen science fiction az el sem képzelhető napjainkban, anélkül, hogy valaki ki nem mondja azt a szót, hogy szingularitás, és de minél gyakrabban kimondja, annál tudományosabb az egész. Most a szingularitás az valójában egy matematikai fogalom, igaz? Ez azt jelenti, hogy az a pont, ahol az egyenletek elszállnak nullába, tehát például, mit tudom én, az 1 per x függvénynek nullában szingularitása van, mert 1 per x az elszáll a végtelenbe, hogyha az x helyére nullát írunk be. És nem véletlenül mondják azt, itt az egyetemen mifelénk elég sokan viccelődnek ezzel, tehát ez ilyen bevett fizikusi szófordulat, hogy a fekete lyuk, vagyis a szingularitás az az a téridőben, ahol a jóisten nullával osztott. Ugye, tehát ez van, hogy valójában ott a téridő görbülete, amit itt mindig, majdnem minden adásunkban valamilyen módon előhozunk, bármit jelentsen is ez, ott elszáll. Amikor egy valami elszáll, az azt jelenti, hogy az egyenlet olyan megoldást eredményez, ami nem értelmezhető. Tehát abban a pontban nem értelmezhető a helyzet. Nem ért, tehát vannak nagyon jó egyenletek, például az Einstein egyenletek, amik leírják a térnek, az időnek a szerkezetét, és vannak olyan pontjai, amik egyszerűen, ahol a megoldás ilyen módon elszáll, ahol nincs megoldás, hogy olyan pont, ahol az elmélet tulajdonképpen a saját csődjét jósolja meg. Tehát ez olyan pont, ahol az általános relativitás elmélet, hogy hát itt most feltesszük a kezünket, itt van egy olyan pont, ahol nem tudjuk értelmezni, hogy mi van. Mert annyira meggörbül a téridő, hogy mintha ott az, hogy ott már nincs is, hogy ott az már a görbület az már nem is mérhető, hanem végtelen. És ez a végtelen görbület, ez természetesen egy ugyanolyan matematikai absztrakciónak tűnhetett, mint az, hogy mondjuk az 1 per x-et, ez is egy függvény, de nem szoktunk a valóságban nullával osztani, mert nincs mit. Na hát valójában ilyen lehetett az általános relativitás elméletnek. És hát vannak ilyen szinguláris megoldásai, de egyáltalán nem biztos, hogy a természetben ez valóban létre is jön. Mert hát mi kéne ahhoz, hogy a téridő annyira meggördüljön, hogy úgymond a téridőt szemléltető gumilepedő, ami hasonlattal mindig élünk, az úgy meggördüljön, hogy szinte már át is szakad, vagy nagy Isten kiukad? Hát ahhoz valami óriási nagy energia vagy anyagsűrűség kellene, tömegsűrűség vagy energiasűrűség. Egyáltalán nem voltak az emberek biztosak, hogy ilyesmi létezik. Azóta már tudjuk, hogy nem csak hogy létezik, hanem például minden galaxis kellős közepén beleértő a tejút rendszerünket is, ott csücsül egy szuper masszív fekete lyuk. Hát most nem menjünk bele a sztoriba, hogy ez hogy jön létre, mert sose érnénk a végére. Hát a fekete lyuk... egy fekete lyuk volt az epizód? Hát azért fekete lyuk a fekete lyuk, mert onnan már nem tudsz kiszökni a fény. Ez így van. Az viszont valóban nem hangzik el a részben, hogy itt valóban egy fekete lyuk van, viszont az tény, amit mondok, hogy jelenleg egyetlen egy olyan dolgot tudunk elképzelni, ami tényleges szingularitást hoz létre, az maga a fekete lyuk. A másik eset volna egy féregjárat esetleg, amiről már más adásokban beszéltünk, de egyáltalán nem biztos, hogy olyan tényleg van. Úgyhogy most első körben mondjuk azt, hogy ilyesmiről nem tudunk, tehát jelenleg csak azt tudjuk szingularitásnak elképzelni, ami egy fekete lyuk, és csak ezek tudnak eseményhorizontot létrehozni, amit majd mindjárt elmesélünk, ugye? De azt jól mondja Ádám, igen, onnan nem jön ki a fény, tehát fekete. Csak kérdés az, hogy miért mondjuk azt, hogy fekete lyuk, miért nem csak egy fekete pötty? Ugye a szingularitásról most beszéltük meg, hogy ez csak egy mértani pont, de nem is az, ami ott sötétlik, hanem körülötte egy tartomány, egy, mondjuk ha nem forogna, akkor ez egy gömbszerű tartomány lenne, az a fekete tartomány, azt hívjuk eseményhorizontnak, hiszen az az a felület, ahol először válik olyan nagyjá a görbület, hogy onnan már a fény se jön ki. Ez még nem maga a szingularitás, az még kijebb van, mint a szingularitás, lényegesen kijebb. Tehát például ez akár tényleg ezért mondtuk, hogy szupermasszív fekete lyuk, konkrétan a tejútrendszer közepén létezik egy hatalmas nagy fekete lyuk. Nem, hogy nem pontszerű,
hanem egészen konkrétan az esemény horizont átmérője az egyenesen arányos a tömegével. Ebből az következik, hogy hatalmas nagyok is lehetnek ezek. Az a szingularitás, amit leírtál, ahol elszállnak az egyenletek, az gyakorlatilag egy pont ebben a fekete lyuknak a közepében, mint igen, egy gyöngy a kagylóban. Pontosan, és minthogy az el van rejtve, mint hogy Ádám mondta, hogy a fekete lyukból nem jöhet ki a fény. De már nem csak a legbelsejéből nem jöhet ki a fény, hanem ebből a tartományból, ami körülveszi ezt a szingularitást, már onnan egyáltalán nem jöhet ki semmi fény. Ami azt jelenti, hogy ezt a szingularitást nem láthatjuk kívülről. Ezt úgy fogalmazzák meg, hogy nincsen csupasz szingularitás, vagy nincsen kopasz szingularitás, vagy mesztelen szingularitás. Így azt hiszem, hogy naked singularity, azt hiszem, úgy szokták mondani angolul, tehát nincsen mesztelen szingularitás, ami azt jelenti, hogy hál' Istennek bármi legyen is az, amikor a jó Isten nullával osztott, de számunkra, külső szemlélők számára ez örökre láthatatlan marad, hiszen éppen az esemény horizont, ahol ez a feketeség tartománya elkezdődik, ahonnan nem jön ki a fény, az elfedi az egészet. És akkor itt merül fel a kérdés, hogy mit látna az az ember, aki mégis, meg mit érezne, ugye ez a nagy kérdés, aki tényleg keresztül megy ezen az esemény horizonton. Tehát ezen a bizonyos határon, ahonnan már a fény sem tud kijönni. És ugye ennek ered nyomába ez az egész epizód. És ugye sok furcsaságot tapasztalnak az epizódban, vannak benne olyan dolgok, amiket annyira nem lehet értelmezni. Mondjuk az, hogy a virtuális valóság által generált doktor mérete az miért lesz egyre kisebb, és miért nyomodik egyre összébb. Tehát vannak benne olyan dolgok, amiket... Na és az élettani hatások, hogy mindenkinek fáj a feje, és a gyengélkedőre megy. Ezek tipikusan azok a dolgok, amikre semmit nem lehet mondani természetesen. Megállapodtunk abban, hogy ez gyakorlatilag egy fekete lyuk, amiről szó van a sorozatban, de és az érthető, hogy a tudomány mai állása nem ismeri ilyeneket, de mondjuk a fizikai törvények alapján elképzelhető, hogy a világmindenségben akár létrejöjjenek ilyen térbeli hasadékok gyakorlatilag? Hát ez egy ilyen hasadék, ha úgy tetszik, ha ezt hívjuk hasadéknak, mármint hogy az, hogy szingularitások jönnek létre, az egy hasadék a téridőben, ilyen elképzelhető. Az eseményhorizontok létrejötte is elképzelhető, meg ugye az is elképzelhető, bár ez már korán sem biztos, hogy létrejöhetnek féregjáratok is. Ami azt jelenti, hogy elvileg létrejöhetnek olyan struktúrák a téridőben, amik messzebbi tartományokat kötnek össze. Úgymond, de ugye erről már említettük, hogy a klasszikus megoldás, az például már matematikailag is instabilnak bizonyul, vagyis azt jelenti, hogy nem maradna fönt, arról nem is beszélve, hogy nem nagyon ismerünk olyan fizikai folyamatot, ami ilyet létrehozna. Tehát ennél hasadékabb dolgot nem nagyon tudok elképzelni, de hát megint csak az van, hogy ugye, amit én nem tudok elképzelni, vagy bárki nem tud elképzelni, ez egyáltalán nem jelenti azt, hogy olyan nincs. Hát ugye a Star Trek az rengetegszer ilyen szempontból sok mindennek elébe megy, tehát egy csomó minden van, amit a Star Trek már akkor kitalálta, amikor még senki nem tudta elképzelni. Úgyhogy végülis ezért nagyon jó, hogy van ez a sorozat, mert ez folyamatos inspirációt jelent mindenkinek. Mint technológiák, mint tudományterén. De hát most jelenleg ezt ennyit lehet mondani. Ennél hasadékabb dolgot nem tudok elképzelni, de ha akarod, ezt hívhatod hasadéknak szerintem. Ez a tükörkép effektus, ez miért jöhet létre? Tehát, hogyha én látok valakit a fekete lyuk közelében, de nem tudom kivenni, hogy ki az, akkor inkább forduljak vissza, mert lehet, hogy én vagyok. Vagy lehet, hogy már benne vagyok az esemény horizontba, és csak akkor láthatom azt az illetőt, és az valószínűleg én leszek. Hogy történhet az, meg egyébként, hogy ők teljesen abban a tudatban élnek, hogy a másik irányba tartanak, és közben mégsem. Átélhetünk ilyet az eseményhorizonton belül? Hát ez annyira nagyon el van rugaszkodva bármitől, aminek van realitása, hogy én inkább elmondanám, hogy mit élünk át, és akkor majd ti esetleg össze tudjátok kapcsolni. Az biztos, ahogy mondtuk, hogy az eseményhorizonton, hogyha kívül vagyok, akkor nem látok semmit. Ennek egész egyszerűen az az oka, amit már el is meséltem, hogy ne felejtsétek el, hogy a relativitás elmélet azt tanítja nekünk, hogy a téridő megváltozik. A téridő görbület az azt jelenti, hogy a téridő szerkezete megváltozik, például egy fekete lyuk közelében.
tehát ez azt jelenti, ugye, hogyha egy kívülálló szemlélő nézi azt, néz egy embert, aki elindul az esemény horizont felé, majd a fekete lyuk felé, akkor egyrészt azt látjuk, hogy ő mintha egyre lassabban mozogna, pedig ő egyenletesen megy, csak ugye amit ő úgy érzékel, hogy neki egyenletesen múlik az ideje, az épp azért, mert meggörbül a téridő, úgymond megnyúlnak az időtartamok innen nézve neki, minthogyha ő időintervallumai, ami neki egyenletesek, azok nekünk szétcsúszva jelentkeznek, ezért azt látjuk, hogy emberünk egyre inkább belassul, és aztán egyszer csak azért feketedik be, mert gondoljunk bele az, hogy a fény jön felénk. Ugye az is egy hullám. A fény az egy hullám. Tehát az mindenképp frekvenciához kötött, egy időbeli dologhoz kötött. Milyen időszakonként éri el egy hullámhegy vagy egy hullámvölgy a szememet, azt dekódolom én színként. Tehát fényként tulajdonképpen. Na most, hogyha az ember az eseményhorizonthoz, amikor elér, akkor azt jelenti, ugye, hogy innen nézve az ő órája végtelenül lelassul. Ezért aztán nem látom, ezért lesz fekete. Hiszen gondoljunk bele, hogyha nem jön egy, annyira végtelenül lelassul a tőle kijövő információ, akkor soha nem jön egy következő hullámhegy az általa kibocsájtott fényből, ez nem is ér el hozzám, tehát tulajdonképpen fekete lesz, mert nincs, nem lehet fényről beszélni idő nélkül, és neki most ott kifagyott az ideje. Tehát ő ott fekete. Az egész eseményhorizontot mat feketének látjuk tökéletesen, ami azt jelenti, hogy ha ott látunk bármit, abban az irányban látunk, az valószínűleg már önmagában azt jelenti, hogy te is utalt erre, hogy már mi is bejutottunk az eseményhorizonton. Tehát amikor mi látunk bármi fényt abból az irányból, akkor az azt jelenti, hogy már mi is bent vagyunk. És ez már szorosan kapcsolódik a következő kérdéshez, aminek a mai adás miatt utána néztem, hogy mi az, hogy abból az irányból. Megkérdeztem itt az egyetemen a térelmélészeket, akikbe belefutottam, hogy vajon mit látna az az ember, aki átlép az eseményhorizonton. Hogyan látnám én azt? És akkor nagyon érdekes dolgok jöttek ki. Például nagyon érdekes, hogy gondoljunk bele, hogy ott már az van, hogy tulajdonképpen, ha belépünk, akkor az összes fény lényegében, minthogyha, amint én közelítem az eseményhorizontot, az összes fényt oldalról látom, tehát a menetirány, hogyha arccal megyek a szingularitás felé, bejutok az eseményhorizonton, akkor az összes fényt azt jobbról és balról 90 fokos irányból látom jönni, a hátam mögül nem látok semmit, és elől, amerre nézek, arra sem látok semmit, és ennek nagyon egyszerű az oka. Gondoljunk bele, hogy a fény az meggörbül tulajdonképpen, tehát nem csak egyszerűen ráesik arra a szingularitásra, hanem előtte így köröz körülötte több környi utat tesz meg, ugye esetenként keringhet, mondjuk az eseményhorizont az a felület, ugye, vagy azon kívül van az a felület, ahol keringhet a fény a fekete lyuk körül, például, ugye ez azt jelenti, hogy körbe megy a fény, ezre mondjuk, hogy láthatjuk a saját tarkunkat, sőt a saját tarkunknak a két fordulattal ezelőtti, sőt a saját tarkunknak a három fordulattal ezelőtti képét is láthatnánk, természetesen vörös eltolódva, de az a lényeg, hogy a képzeljünk el egy ilyen geometriát, amiben a fény körbe-körbe megy, vagy mindenképpen ilyen körkörös útvonalakon, még akkor is azok nem záródnak, hanem végül ráesnek a szingularitásra, de akkor is mondjuk spirálvonalban halad befele a fény. Na és hát akkor van tükörkép végül is. Hát ilyen módon van, ez az egyik, amit akarok mondani, hogy igen, valóban láthatjuk a saját magunk régebbi képét. Viszont egyáltalán nem szemből, hanem mondjuk mindenképpen oldalról, mert ez is kijön, hogy tulajdonképpen aki előttünk esik, annak a fénye már nem jut el hozzánk, csak így eltekeredett irányból oldalról. Ugye hátrafele nézve mi már lényegében olyan gyorsan esünk, hogy hátulról már az onnan jövő fény az nem ér el minket, az is elkerül minket, és körbe megy végül, és minden fény úgy halad, hogy oldalról látjuk. Ez nagyon és bocsánat, és a hang, mi a helyzet a hanggal? Mert ők ugye a saját rádió adásukat is fogják, az a fényhullámokhoz hasonlóan viszelkedik? Így ebből a rádió hullám elektromágneses hullám, tehát a hanghullám nyilván nem értelmezhető, mert hogy az ugye azt jelenteni, hogy van valami közeg, mondjuk levegő, amiben terjed a hang, viszont a rádióhullámok, amik az adást továbbítják, az bizony
ugyanolyan elektromágneses hullám, mint a fény, tehát ugyanúgy viselkedik, tehát igen, nyilvánvaló, ezt nem hangsúlyoztuk akkor eléggé, de hogy az van, hogy persze a fekete lyukból nem csak fény nem jöhet ki, hanem elektromágneses sugárzás sem jöhet ki. Tehát eleve, ha én már a rádióadást kapok valakitől, aki bent van, az csak úgy lehet, hogyha már én is bent vagyok. És akkor persze lehet, csak és az persze... De ez igaz. Megvan. Tehát ez igaz, mert hogy ők is arra jutottak, igen, hogy bejöttek, és az is igaz, hogy megláthatják a saját képüket, és mondom, én tovább megyek, akár sokszoros képüket is megláthatják. Ennek nincsen semmi gond, mert egyébként egy által most fekete lyukban még nem jutott be senki, ez tény. Úgyhogy ezek mind elméleti ilyen kis spekulációk, de valójában azt, hogy többszörös képét látjuk ugyanannak az objektumnak időben elcsúszva, olyat bizony természetesen már a csillagászok is láttak sokszor. Gondoljunk csak a gravitációs lencse hatásra, ami azt jelenti, hogy van egy távoli galaxis például, és van egy közelebbi tömeg, ami köztünk meg a távoli galaxis között van, mondjuk ez lehet egy másik galaxis, és akkor ez a közelebbi galaxis, ez eltorzítja, eltéríti a fényutakat, amik a távoli galaxistól jönnek, és akkor ezt hívják gravitációs lencsehatásnak, hogyha pont jó helyzetben áll ez a három dolog, akkor előfordul, hogy éppen ott fókuszálódik össze az eltérített fény alább, ahol a mi vagyunk, tehát a földi megfigyelők, vagy az űrtávcső, és akkor a nagyon távoli galaxisnak a felnagyított képét látjuk, vagy képeit. Na ez az, hogy például itt is előfordul, ez még eseményhorizont sem kell, hogy például az Einstein kereszt nevű effektus, az például azt jelenti pont, hogy van egy közelebbi galaxis, ami a távolabbi galaxisnak a képét úgy torzítja, hogy nem egy, hanem ott konkrétan négy kép jelenik meg, és ezek négy képe ugyanannak a távoli objektumnak, a téridő torzításai miatt eltorzítva. Tehát négy kép, és minthogy a négy kép az négy különböző fényúthoz tartozik, ezért ez egy mérési tapasztalati tény, hogy ezek egymáshoz képest késleltetve villognak, tehát mondjuk, hogy a távoli messzi objektumban van egy változó csillag, akkor annak vannak időbeli fluktuáció, időbeli jele valami, és mondjuk néha elsötétül, vagy kifényesedik, és akkor ezt a négy kis képén lehet látni, hogy az egyik a másikhoz képest később. Miért pont négy? Hát az a közelebbi objektumtól függ, hogy hány kép keletkezik. Az Einstein kereszt az egy ilyen híresebb eset, és hogyha beírja a kedves hallgató a Google-be, hogy Einstein cross, akkor kijön sok kép, de valójában nincs ez négyre limitálva. Tehát elsősorban attól függ, hogy a lencsehatást előidéző torzító objektumnak milyen az alakja tulajdonképpen. Tehát az lehet egy nagy gyűrű is, meg lehet még sokkal több kép is, mint négy. Szóval ez nem kell, hogy négy legyen. De az a lényeg, hogy bizony nagyon is van olyan, hogy ugyanannak az objektumnak több képét látjuk az égen, amik időben el vannak csúszva egymáshoz. Ilyen. Na hát én sokkal rosszabbra számítottam, tehát itt eddig kiderült, hogy viszonylag stabil lábakon állhat ez az epizód, bár olyanokra még nem tértünk ki, hogy ugye Dekion sugárzással ugye kitágítják a rést, vagy vonósugárral próbálják magukat megfogni, de mondjuk azt, hogy az alapokban úgy nagyjából lehet valami, hogyha jól értelmezem. Igen, meg kérdezted még ezt a rázkódást is, igaz? Meg volt ilyen, hogy, amikor, hogy van-e rázkódás, amikor átlépünk az eseményhorizonton? Én azt gondolom, hogy amikor átlépünk az eseményhorizonton, akkor speciál nem kéne, hogy mi azt egyáltalán észrevegyük. Tehát ebből a szempontból speciál azt tetszik a részben, hogy ők nem tölt, hogy ők közben jönnek rá, hogy ők keresztül mentek az eseményhorizonton, mert hogy nem volt semmi különösebben nagy megrázkódtatás. Persze lehet, hogy volt valami rázkódás, de az a lényeg, hogy valóságban még szerintem rázkódás sincs. Tehát aki esik befele a fekete lyukba, az nem érzékel semmi különösebbet azon abban a pillanatban, amikor belép az eseményhorizonton. Ha hozzánk hasonlóan neked is szenvedélyed a tudomány és a fantasztikum, és szívesen lépsz be a Parallaxis univerzumba, arra kérünk, hogy legyél a támogatónk, és segíts te is az ismeretterjesztést. Látogass el a patreon.com/parallaxis címre, ahol a különleges tartalmak mellett már akár napokkal korábban hallgathatod a Parallaxis podcast legújabb részét. patreon.com/parallaxis.
Javíts ki, Csabi, mert lehet, hogy nem nagyon emlékszem a résznek ezen pontjára, de ugye ők erre a szubtérbe utaznak térsebességgel, tehát hogy amikor ez a rázkódás történik, tehát gyakorlatilag kiesnek a szubtérből, nem? Nem ez történik a részben? Igen, lehet, hogy ez okozza valójában a rázkódást, és nem maga az esemény, hanem tehát ilyen közvetett hatást látunk. Ja, értem, tehát ők nem ilyen fapados impulsz drive-val mentek keresztül, hanem konkrétan az van, hogy a téridőugrásuk az ott ért véget, hogy egy eseményhorizonton belül találták magukat? Tehát akkor ez történt? Gyakorlatilag igen. Aha, igen. Jó. Na igen, oké, erre aztán persze nekem nincs értelmezhető dumám, de az viszont nagyon is igaz lehet, hogy amikor az ember keresztül megy az eseményhorizonton, akkor nem érez semmi furcsát. Ugye van ez a spagettizálódás nevű hatás, ami azt jelenti, hogy amikor már annyira be van görbülve a téridő, hogy már kicsi tartományon belül is nagy különbségeket idéz elő, akkor van az, hogy például mondjuk, hogyha lábbal előre mész a szingularitás felé, akkor már a lábadnál annyival jobban húz a gravitáció, mint a fejednél, hogy már akkor elkezdesz egy szakító hatást érzékelni, és aztán szétszakad szépen ez a spagettizálódás. Hát ez sokkal később történik meg. Tehát az esemény horizontkor ez a görbület, tehát ezt így lehet tudni, hogy az a hely, ahonnan a fény már nem jut ki, vagyis az esemény horizont, ott azért még a lokális görbület, az görbület különbségek egy kicsi távolságon belül, azok még picik. Vagyis nem szakad még szét az ember, tehát valószínűleg fizikailag sem érzünk semmi különöset. Később, amikor esünk befelé, akkor egy szint után már nagyon közel a szingularitáshoz, már elkezd azért nagyon durván romlani a helyzet, és akkor van ez a spagettizálódás, amikor minden anyag szétszakad. Tehát amikor már egy kicsi tartományon belül is annyira durva különbségek vannak, hogy már lokálisan se tekinthető úgymond inercia rendszernek fizikus szóhasználata, hanem már a lokális inercia rendszer az kisebb, mint egy ember. Na akkor aztán már nagyon csúnyán meszeltek mindenkinek, de hát ugye eddig nem jut el az Enterprise. Se. Meg ugye az nem is. Milyen űrhajó volt ez? Bocs. Ez a Voyager. Ez a Voyager volt, igen. De se az Enterprise, se a Voyager nem jut el addig, egyik részben sem, szerencsére, hogy oda eljusson, ahol már a spagettizálódás érvénybe lép. Na és mi a helyzet az okés okozati káosszal, ami itt az epizódban előáll? Tehát azt mondtuk, hogy létrejöhet tükörkép arról, ami már megtörtént, de hát itt olyanról jön létre, ami még nem. Igen, ez a furcsa. Ez a furcsa az egészben, és ott azért zavarban vagyok, ugye kétszer is van tükörkép a részben. Az egyik az elején, ahol meglátják saját magukat. Másik, amikor ugye ketten lemennek ezzel a kicsi shuttle-lel valamit csinálni, és aztán mennek vissza, és utána azon gondolkoznak, hogy most melyik az igazi űrhajó. És ott az egyik egy múltbeli kép, a másik meg az igazi. És azt hiszem, hogy ott végül jól választanak, mert az egyik az lehetséges, a másik nem. Tehát azt hiszem, hogy ott a múltbeli kép, az, ahogy mondtuk is, az akár az Einstein kereszt kapcsán, akár a körbe-körbe keringő fény esetében, a múltbeli képet természetesen lehet látni, és ezzel nincs semmi ördöngösség, ez simán akár elő is fordulhat. A jövőbeli kép, hát az problémákat vet föl, tehát elvileg nem volna lehetséges a jövőnket meglátni, tehát nem alakulhatnak ki ilyen zárt időhurkok, vagy micsodák. Szerencsére ennél több eszük van a Star Trek szerkesztőinek, tehát ők ugye nem mondták azt, ők tényleg szingularitásról beszélnek, nem mondták azt, hogy ez egy kutyaközönséges, Schwarzschild-féle, nem forgó fekete lyuk lenne, mint amiről én eddig beszéltem, mert én kb. Erről tudok valamennyi keveset. Na, ők ezt nem mondták. Ez hozzátartozik, hogy ők csak annyit mondtak, hogy ez valamiféle szingularitás meg eseményhorizont. Na most, hogyha ez a valami, ne adj Isten, egy féregjárat lenne, akkor persze előkerülhetnének ilyen kronológiai problémák. Ami azt jelenti, hogy bizony-bizony előfordulhatnának olyan szituációk, amikben önmagában a relativitás elméletből olyasmi jönne ki, ami kauzalitás sértő dolgot idézne elő. Ezeket ugye nem lehet nagyon kezelni, de való igaz, hogy én magam is tudok ilyen nagypapa paradoxonokat felhozni az általános relativitás elmélet tárgyköréből, amiket azért hívnak nagypapa paradoxonnak, mert ugye az jön ki belőle, hogy mi történik akkor, hogyha az ember beül valami furcsa téridő görbületbe, vagy valami furcsa járműbe,
és valami módon lehetséges a múltba visszamenni, és mondjuk lelőni a nagypapámat, akkor mi történik? Akkor sose születek meg, és akkor vannak ilyen dolgok. És persze ilyen időparadoxonok, azok sokáig úgy tűnt, hogy nem jöhetnek elő az általános relativitás elméletben. A speciálisban, amiben nincsen téridőgörbület, csak egyenletes sebességgel mozgó, egymáshoz képest nagyon gyorsan, de egyenletes sebességgel mozgó rendszerekről szól, ott nem történhet ilyen. Tehát, hogy olyan történhet, hogy mondjuk az egyik űrhajón sokkal lassabban múlik az idő, mint a másikon, és mondjuk visszamegy az ember egy hosszú utazásról, közelfénysebességgel, és akkor ő még fiatal, közben a földiek már rég megöregedtek, tehát ilyen történhet, de olyan a speciális relativitás elméletben nem történhet, hogy megelőzze az okozat az okot semmilyen vonatkoztatási rendszerben. Ja, elvileg itt paradoxon ugye nem fordulhat elő, mert tükörképként jelenik meg a jövőjük, tehát nem tudják mondjuk magukat megölni, csak látják, hogy csapdában vannak. De információ visszajut, tehát a tükörkép az egy információ, és ugye megint ez egy ugyanolyan dolog, ja, hogy, az alapján... hogy honnan jön az információ. Értem. Igen, ugye, tehát mondjuk az is lehet, hogy nem lövöm le a nagypapát, hanem csak küldök neki egy SMS-t a múltba, hogy ne menjen el arra a bulira, amin összeismerkedne a nagymamámmal. Ez már egészen olyan, mintha vissza a jövőbe forgatókönyvét dolgoznánk át, de tényleg, hát ott is ugye ugyanez a helyzet, az információra is vonatkozik a dolog. Hát most tényleg, ha meglátnánk saját magunkról egy jövőbeli képet, akkor azért az elég durva dolog lenne. És hát ez a vicc, hogy azt a specre lesz kizárja, az általános relativitás elmélet is többnyire kizárja, de akkor vannak ezek a nagyon elvetemült esetek, amikor az ember egy féregjáratot épít, és az egyik vége a féregjáratban ott van a kertben, a másik végét rászereli a fénysebességhez közeli sebességgel mozgó űrhajóra, és akkor repül az űrhajó, és viszi magával a féregjárat másik végét. Igen, ezt a Kiptorn ugye leírta többször, és akkor elvileg bekukucskálva a féregjáraton láthatnám a saját jövőmet, mert én ott bepillantva látnám azt, hogy az űrhajó ablakán keresztül visszanézve a földre meglátnám a saját. Tehát, hogy ott vannak mindenféle kretén dolgok, és akkor egyesek azt mondják, hogy éppen emiatt ilyen megoldások, bár matematikailag helyesek lehetnek, de ne is, valószínűleg nem is helyes megoldásai az általának olyan értelemben, hogy nem valósulnak ténylegesen meg, mert hogy bevezetnek egy ilyen kronológia védelmi elvet. Ami azt jelenti, hogy az ilyen megoldásokat egyszerűen kizárjuk, ezt egyébként nem idegen a fizikától, mert az elektrodinamikában, tehát az elektromágneses hullámok elméletében is van egy, amikor előjönnek ilyen retardált és avanzsált megoldásoknak nevezett szörnyűségek, amikor a megoldások egyik matematikailag teljesen kóser osztálya, az azt írja le, hogy a jövőből visszafele jön egy elektromágneses hullám. Vagyis egy jel jön vissza, és akkor azt mondjuk, hogy hát ezektől a megoldásoktól így eltekintünk, mert az sérti a kauzalitás elvét. És akkor tényleg azokat így lehúzzuk. De valójában a kauzalitás elve az inkább egy tapasztalati törvény, az nem önmagában következik semmilyen fizikai alapvetésből. Tehát a kauzalitás törvénye az egy nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon sokszor igazolt tapasztalat, de önmagában nem nevezném fizikai törvénynek. Szóval ez egy érdekes kérdés. Amennyire jelenleg tudjuk, ilyen nem fordulhat elő, már csak amiatt sem, mert éppen a kauzalitást annyi minden igazolta, hogy úgy tűnik, hogy annak mindig meg kell maradnia. Tehát a kauzalitás az olyan dolog, ami nem lőhet létre olyan fizikai törvény, ami felrúgja a kauzalitást. Úgy tűnik. Tehát lehet, hogy ez maga a fizikai törvény végül is. Ez a kronológia védelmi elv. Lehet, hogy ez minden fölött ott van. De hát lehet, hogy nem. Ha már ennél a témánál vagyunk, ugye a Kapcsolatfelvétel című filmben ugye az történik, hogy a Borg visszamegy az időben, így asszimilálva a Földet, az Enterprise legénysége viszont utána megy, és segít Cephalon Cochrane-nek felszállni a Phoenix-el, így a vulkániak ugye meglátják a nulltérmezőt, és felfedezik, hogy a Föld népe már az űr közepén kopogtat, szóval, hogy gyakorlatilag ott ugyanezt a dolgot látjuk, ez egy post-hoc ergo propter-hoc dolog, hiszen azzal, hogy a Borg visszament az időben, azzal
lehet, hogy az okozta magát a kapcsolatfelvételt is, hiszen lehet, hogy mondjuk az Enterprise legénysége nélkül Cochrane nem tud felszállni a Phoenix-en. Hogy gyakorlatilag akkor azt mondjuk, hogy ezek a nagyon-nagyon népszerű, akár Star Trekben, akár más sorozatokban látható időutazásos, időhurkos, időparadoxonos történetek, azok alapjába véve azért, ha lehetséges lenne az időutazás ilyen formája, akkor is sántítanak, vagy pontosan azt, vagy mondjuk azt mondjuk, hogy emiatt mondjuk a természet nem enged ilyen időutazást, ahol ez megtörténhet. Hát te saját magunkat húzzuk ki a hajunknál fogva a vízből, hogyha nélkülünk nem jöhet létre a kapcsolatfelvétel, ezért, hogyha Miklós előtt én nyilatkozhatok, akkor szerintem a természet letiltja ezt a cselekedetet. Igen, egyébként ez nagyon jó pofa, annyira jól ideillik, amit mondasz, ez a Münchhausen páros utalás, a saját magunkat kihúzni a vízből, hogy egyébként pontosan az elektrodinamikában, amit már emlegettünk, ott is megjelenik éppen az emlegetett dolgok miatt az öngyorsító elektron megoldása, úgyhogy ez nagyon ideillett, mert ott is az van, hogy ha komolyan vennénk azokat a matematikai megoldásokat, akkor az azt jelenteni, hogy van, hogy egy elektromos töltés, ezt például ön saját maga terétől, egyre gyorsabban és gyorsabban menne. Igen, az ilyen eszadásokat úgy tűnik, hogy a természet nem engedi, de ez az úgy tűnik, hát ez az, hogy annyi minden van, ami a hétköznapi tapasztalatunkban nem jelenik meg, és aztán mégiscsak kiderül, hogy valahol mégis ott van. Tehát nyilvánvaló, hogy mint ahogy a fekete lyukokat se lehetett elképzelni, csomó mindent nem lehetett elképzelni, hát nem mondanék azért ítéletet egyelőre ez ügyben. Én nagyon-nagyon egyetértek a Csabával abban, hogy mindenképpen afelé mutatnak a jelek, hogyha van józan ész, akkor itt valamilyen módon az okokozatba beavatkozás az tiltva van, tehát nézzétek, én örülnék a legjobban, ha egyszer kiderülne, hogy mégse. Tehát azért a múltba utazgatni például az tök jó lenne. Hogyha mondjuk én egy vonaton ülök, ami majdnem éppen fénysebességgel szágult, és én is a vonaton elkezdek futni, nem léphetem át a fénysebességet, még akkor sem, ha ugye a két sebesség összege az elég lenne hozzá, mert hogy a természet ezt megakadályozza. Gyakorlatilag egy ugyanilyen dologról van szó, szóval nyilvánvaló most nagyon leegyszerűsítve és nagyon, nagyon laikusan elmondva. Hát amit te mondasz, az a speciális relativitás elmélet következménye, és ez pontosan azt tanítja meg nekünk, hogy a természetben nem úgy adódnak össze a sebességek, ahogy mi gondoljuk, mert a vonat megy V sebességgel a Földhöz képest, te megmész U sebességgel a vonathoz képest, és akkor gondoljuk mi naívan a newtoni fizikán szocializálódott agyunkkal, hogyha U meg V az nagyobb, mint a fénysebesség, akkor az Ádám gyorsabban megy, mint a fény. És akkor kiderül, hogy persze ez nem igaz, mert hogy attól függ, hogy honnan figyeljük a dolgokat, mert az Ádám vonatkoztatási rendszeréből a hosszak meg az időtartamok is másmilyenek, és a kettő aránya, vagyis a sebesség, az éppen úgy módosul, hogy ő semmiképp se lépesse át a fénysebességet, se onnan nézve, se a vasúti töltés mellől nézve. Na de ez is egy olyan dolog, amit abból a szempontból jó, mégis ide ez, hogy tökéletesen ellentmond a hétköznapi tapasztalatunknak. És ott a természet valóban beépít, ha úgy tetszik, egy természetes sebességlimitet, a fénysebességet. Ez tapasztalati tény, ez ezerszer meg lett mérve. Az, hogy a természet viszont egy oksági tapasztalati limitet ténylegesen beépít-e. Tehát, hogy van-e egy ugyanilyen elérhetetlenségi törvény a múltbeli utazásra is, azt csak valószínűsíteni tudjuk. Szerintem úgy van, ahogy mondod, de még egyszer simán lehet, hogy van valami kis kapu, és akkor azokat a kapukat szélesre kell tárni és kiaknázni. De hát ugye erről szól a modern fizika története. Én nem látok ilyen kis kapura még esélyt se. Csak nem vetném el azért a lehetőségét. Én csak ennyit mondok. Szerintem nagyjából kielemeztük a részt. Úgyhogy talán összegezzük amolyan mítoszírtók szerűen, hogy ez az epizód mennyire állja meg a helyét a realitás talaján. Ha ez egy zárt helyi dolgozat lenne, Miklós, akkor az 50% plusz egy pont az megvan? Hát, még egy fontos aspektus azért kimaradt, ami miatt aztán azt hiszem, hogy nem, hogy ezek onnan kiszabadulnak valahogy, meg hogy van valami rés, amit ki kell tágítani.
Úgyhogy ha ezeket hozzávesszük, akkor azt hiszem talán nincs meg, de én például én nem szoktam 50%-ra egyest adni, azt tegyük hozzá. Én nálam az már hármas szokott lenni, akkor szóval azt az mindenképp átcsusszan. Összerakjuk. Bőven lehet egy erős kétharmad mindenképpen, mármint most egy osztályozási értelmében, nem politikai szempontból erős kétharmad, mert hanem az, hogy mondjuk, hát igen, szóval láttunk már ennél sokkal rosszabb tudományos megalapozottságú történeteket, és abszolút az alapszituációban van olyan, ami tényleg előfordulhat. Maga az, hogy két képét látjuk ugyanannak a dolognak egyszerre, az abszolút létezik. Az is lehetséges, hogy korábbi saját rádióadásunkat fogjuk az eseményhorizonton belül. Az is lehetséges, hogy mondjuk nem szakadunk rögtön szét, hogyha bejutunk az eseményhorizonton. Ez mind lehetséges. Ez oké. Ami nem oké, az ugye az, hogy nem láthatjuk saját magunknak a jövőbeli képét. Nem a múltbeli képet, mielőtt meglincselnek a Star Trek anyagok, nem a múltbeli képüket látják véletlenül? Hiszen Janeway is azt mondja a kompon Torresnek, hogy de 20 perce jöttünk a kiárat fele, ezért nem az a hajó jó, hanem a másik. Tehát, hogy akkor a múltbeli képüket látják. Igen, ezt mondtam is, hogy a kiárat felé igen. Tehát amikor kifelé mennek, akkor biztos, hogy a múltbeli képet látják. Én a rész elejét úgy értelmeztem meg, mintha ti is azt mondtátok volna, hogy a jövőbeli képet látják. Igen, hát ők de... már ott vannak, amikor belépnek az eseményhorizontba, tehát az biztos, hogy a jövő. Másik kérdés, ami viszont olyan furcsa, az a kiszabadulás kérdése, hogy ott valami rést találnak az eseményhorizonton, és azon mennek. Méghozzá, ahol bejöttek, az ütött rést rajta. Tehát úgy kell elképzelni, úgy ábrázolják, mintha ez egy fal lenne, és azon úgy berongyolnának, és ott maradna egy Voyager alakújuk. És az is elhangzik, hogy a térhajtó művel nem érdemes a közelébe menni, mert az csak jobban összezsugorítja ezt a nyílást. Na, hát igen, ezekkel a dolgokkal nem tudunk mit kezdeni, mert az eseményhorizont az nem egy fal, és nem lehet kiukasztani, és nem lehet rajta be és kikukucskálni. Illetve kifele lehet kukucskálni az eseményhorizontból, csak ugye nem látunk semmit ott, mert hogy minden fény, az is, ami amúgy kintről jönne, azt is mi oldalról kapjuk, mert olyan hülyén eltérülnek a fényutak, hogy ezt már meséltük. De, tehát, hogy minden fényt 90 fokból kapunk, hogyha bent vagyunk az eseményhorizonton. Ez igaz, de ez nüansz, viszont igazából az a baj, hogy az fekete lyuk, hogy ez tényleg egy fekete lyukféle eseményhorizont, akkor onnan te nem jutsz ki. Ha valahogy ki tudsz jutni, az pont egy ilyen térhajtómű lenne. Hiszen azt lehet esetleg elképzelni, hogy mit tudom én, nyitsz magadnak egy féregjáratot, és akkor ki tudsz menni valahol. Helyette egy dekion sugárzással, vagy részecskékkel bombázzák ezt a nyílást, ami gondolom, nem tudom, hogy létező dolog-e. Hát ez az, hogy itt nincs, tehát az eseményhorizont az nem egy anyagi felület, tehát ez nem lehet rajta lyukat ütni, tehát az nem úgy van, hogy ez valamilyen részecskékből álló fal. Azt mondom, az olyasmi, hogyha keresztül mész rajta, akkor azt a pillanatot valószínűleg észre se veszed. Csak egyszerűen onnantól áll fönt az, hogyha te a hátad mögé egy lézerpointerrel akarsz küldeni egy fényjelet a külvilág számára, az már soha nem jut ki. Gyakorlatilag onnantól visszaesik a fény, ezt ebből veszed észre, hogy onnantól már nem az, hogy szép lassan görbülve kimászik szépen lassan a fény, hanem még... Na akkor ez viszont nem is egy zárt helyi dolgozat, hanem egy póker arccal vizsgázó hallgató, aki jó dolgokat is mond, de azért van benne olyan, ami megkérdőjelezhető. Szerintem egyébként tisztességes az epizód, mert ez csak egy B-plot, persze ez nem mentené föl attól, hogy mindenféle hülyeség legyen benne, de szerintem elég combos lett, mert ugye a show-nak a fő vonala az mégiscsak az volt, hogy emberi oldalról a Maki meg a csillagflotta legénység az hogy jön ki egymással, ehhez képest szerintem egész tisztességes tudományos hátteret lapátoltak oda be. Főleg, hogy azért 1995-et írtunk, és ha bár azért ezeken a területeken, de javíts ki Miklóson, nem így van, olyan túl nagy áttörések nem történtek, sőt, egyáltalán azóta se jártunk mondjuk fekete lyukba, vagy ilyen térbeli hasadékba, de hát azért 95 volt, eltelt több mint 20 év, és én ezt a több mint 20 évet azzal töltöttem, hogy állandóan fogtam a fejem, amikor Janeway kapitány fogja a fejét, hogy a temporális mechanikától megfájdul a feje, és hogy mennyire bonyolult, én ezt mindig sokkal egyszerűbbnek láttam ezekben a részekben,
De hát itt azért egyértelműen kiderült ebben a mai részben szerintem, a mai adásunkban, hogy hát okkal fogta Janeway mindig a fejét, és akkor még nem is tartunk mondjuk egy Relativity című résznél, vagy a lyuk, az éjszaka, a tudományos módszer, vagy esetleg a Kicsavarodva című epizódoknál, amiről hát azt hiszem, hogy hosszan-hosszan lehetne még beszélni, de szerintem esetleg majd a későbbiekben folytatjuk ezt, de hát a Parallaxis című rész azért ide kívánkozott elég erőteljesen. Sajnos mai adásunk végéhez értünk. Epizódjainkat és híreinket a parallaxis.emtv.hu oldalon. Munkatársaim és a fiúk nevében is köszönöm megtisztelő figyelmeteket. További kellemes podcast hallgatást kívánok mindenkinek, és ne felejtjétek, ez a formátum annyira tökéletes, hogy kép sem kell hozzá. Sziasztok! 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 Nem volt elég a tudományból és a fantasztikumból? Olvasd a parallaxis.emtv.hu-t, lájkold a Facebook oldalunkat, nézd a YouTube csatornánkat, és hallgasd a Szokolébresztőt a Tilos Rádióban. A Tudományos Újságírók Klubja és a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat által a Juhari Zsuzsanna díj külön díjával jutalmazott blog podcastjét az MD Media készítette. Kreatív producer Horváth Ádám Tamás. Hamarosan jön a következő rész.